a Fidesz-KDNP 2006-ban szerzett jelentős pozíciókat először az önkormányzatokban, a helyhatóságokban. 2010-ben választást nyertek, kormányzati pozíciókat kaptak. Most 2019-ben mi a tétje az október 13-ai helyhatósági választásnak a pártszövetség szempontjából? Végre egy felévelő pálya elején van Magyarország. Nagyon sok sikert tudhatunk magunk között. Fejlődik a gazdaság, Európában az élen állunk a növekedés tekintetében, ugye több mint 5%-kal növekedett a gazdaságunk. Alacsony a munkanélküliség. Sikerült ledolgozni az adósságunk javarészét. Ez is szinte egyedi, hogy milyen nagy mértékben tudta Magyarország ledolgozni a külföldi adósságait. Alacsony a munkanélküliség, sikerült új munkahelyeket teremteni. Tehát végre lendületben van, egy felévelő kor elején van Magyarország. Nagyon fontos, hogy azok, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint a kormány, illetve az országgyűlési képviselők, úgy gondolkodnak, ahogy a Fidesz-KDNP politikusai, ez azt jelenti, hogy ugyanolyan értékeket vallanak, azok kerüljenek a megyei önkormányzatokban is, és a településeken is pozíciókba. Mi szeretünk dolgozni. Ez azt jelenti, hogy ugye itt az önök városában is 5 évvel ezelőtt ezt megelőzően széthúzás volt, perlekedés volt, nem volt egyetértés. A Fidesz-KDNP által jelölt Nagy Csaba polgármester úr békét teremtett, összefogta a képviselőket, csapatot épített. Ez egy nagyon fontos politikai tulajdonság, csapatot építeni. Hiszen a céljaimat nem egyedül érem el, hanem a többiekkel együttműködve, együtt dolgozva. Ezért fontos, hogy az ország többi részén, a városokban, falvakban, megyékben is olyan politikusok dolgozzanak, akik ugyanazt az értékrendet vallják, mint az Orbán kormány. Említette, hogy az ország fejlődési pályán, növekedési pályán van. Mennyire lehet ezt érezni az önkormányzatok szintjén? Mi történt 2010 óta, amióta a Fidesz-KDNP kormányoz? Milyen a viszony az önkormányzatokkal? 2010-ben, amikor a második Orbán kormány megalakult, és átvettük a kormányzást, akkor az önkormányzatok el voltak adósodva, rettenetesen el voltak adósodva. Közel 2000 milliárd forint konszolidációt juttatott az Orbán kormány az önkormányzatoknak. Ez ugye azt jelentette, hogy a központi költségvetés átvállalta az adósságot, és innentől kezdve tiszta lappal indulhattak el a városok, a falvak, a települések. Ugye nagyon fontos azt tudni, hogy 2010 előtt annyira tönkretették Gyurcsányék a gazdaságot és az országot, hogy működési hiteleket is vettek fel az önkormányzatok. Ez pedig a halál. Tehát azt tudjuk egy háztartás működtetéséből is, amikor már arra kell kölcsönkérnem, hogy a működésemet, a napi kiadásaimat finanszírozzam. Vagy éppen a kölcsöneimet. Igen, csak nem mindegy, hogy mire veszem fel a kölcsön, mert ha szeretnék mondjuk nyitni egy üzletet, egy boltot, és arra veszek fel hitelt, az egy teljesen más minőségű hitel, mert abból ugye valami gyarapodik, valamit előállítok, munkahelyet teremtek, dolgozok, bevételem lesz, adót fizetek, az nem működési költség. Tehát ugyanígy néz ki az ország is. Az önkormányzatok számára 2010 után egy nagyon nagy dolog volt, hogy átvállalta a központi költségvetés az Orbán kormány a kintlevőséget, a hitelt, és tiszta lappal tudtak indulni. Ezután aztán következett a Modern Városok program és a falu program, hiszen nekünk a falvak azok nem a múltat jelentik, hanem a jövőt jelentik. És nagyon fontos az, hogy akik falvakban élnek, kis településekben élnek, azok el tudjanak könnyen jutni a szomszédos településekre, városokba, tehát az első az az úthálózat fejlesztése a kisfalvak környékén. Említett a Modern Városok program, ami a megyei jogú városok, és van a Modern Falu program, de mi van az ilyen kisvárosokkal, mint Füzesabony, akik kiestek ebből? Menjünk lépésről lépésre. Arról is beszéltem itt a fórumon, és kérdésre válaszoltam, hogy akkor tudunk tovább lépni, és például a közepes nagyságú városokat is támogatni, hogyha jól muzsikál a gazdaság. Ez most jól muzsikál, hiszen az első negyed év adatai alapján is 5%-kal, több mint 5%-kal bővült a nemzeti össztermék.
Ezért egészen biztos, hogy a következő lépés az az olyan típusú városok fejlesztése lesz, mint Füzesabony. Itt van például, amit ugye nem nekem kell önöknek elmondani, önök tudják, hogy ipari park minősítést kapott Füzesabony, ami azt jelenti, hogy itt egy olyan beruházás fog elindulni, ami munkahelyeket teremt, ha jönnek ide vállalatok, vállalkozók, munkahelyek, akkor több lesz a helyi adó, több lesz a városnak a bevétele. És egyébként ezzel párhuzamosan megújul a városnak a központi része is, sokkal zöldebb lesz a település. Tehát a fejlődést azért itt is érezni. 3200 önkormányzat van, a többségük azok ilyen kis települések. Ők mennyit éreznek ebből? Mi most az önkormányzati választások során járunk, kampányolunk nagyvárosokba, falvakba, kisvárosokba, nagyvárosokba. Mindenhol lehet érezni a fejlődést. A fejlődést érzik egyéni, családi szinten is az emberek, hiszen nagyon sok minden történt az adórendszerben, a családtámogatási rendszerben. Nem csak az önkormányzatoktól, hanem a családoktól is vállaltunk át nagyon sok adósságot. Például a devizahiteleket rendbe tettük, hogy például csökkentettük a rezsit. Ezt most már hajlamosak sokan elfelejteni, de hát 2010 után ez egy nagyon nagy csata volt, amit meg kellett vívnunk, hogy elvegyük a külföldi multinacionális cégektől az energiaszolgáltatókat, és csökkentsük a rezsit. Ezzel is támogatjuk a családokat. Tehát mindenhol lehet érezni azt, hogy lépésről lépésre egyre jobb mindenkinek. Nézzük meg az ellenzék szempontjából 2019. október 13-a tétjét. Ön szerint lehet ezt úgy venni, mint önöknél volt 2006-ban, hogy ez az első lépés a kormányzás felé, tehát hogy nekik ez a tét, hogy ha most pozíciókat szerezünk, akkor lehet, hogy 2022-ben is tudunk pozíciókat szerezni. Hát őszintén, amit mi az ellenzék részéről látunk, az tehát egyfelől az, hogy ők a pénzét és a hatalomért bármire képesek. Nekünk az az érzésünk, nem csak nekem, hanem képviselőtársaimnak is, hogy annyira gyűlölik egymást, jobban gyűlölik egymást, mint bennünket. Holott egyébként a politika az nem érzelmi kérdés, hanem a kihívás kérdése. Tehát mi nem ellenségeket látunk a térfélen, hanem ellenfeleket. De visszatérve a kérdésre, a pénz és a hatalom mindent felülír, hogy ha valami kis területet meg tudnak szerezni, akkor ők azt már sikernek érzik. A kérdést én inkább úgy tenném föl, hogy mire tudnák használni azt, hogyha valahol mandátumot kapnak. Legyen az polgármesteri mandátum, vagy képviselői mandátum. Ők nem csinálnak ebből titkot, ők úgy gondolkodnak, hogy majd beássák magukat, és elkezdik lőni a kormányt. Tehát ők az önkormányzati választásokat, az azon esetleg megszerzett mandátumot, pozíciót arra használják, hogy támadják az Orbán kormányt. Márpedig az önkormányzatiság, az önkormányzati munka az nem erről szól. Én nem tudom egyébként, hogy tudnának egyáltalán dolgozni, tehát összetudnának-e fogni. Mert az egy adott pillanat, hogy ők most összefognak a választásokon, bár nem sok helyen sikerült nekik, mert nem jönnek ki egymással, gyűlölik egymást, nincs közös programjuk, elképzelésük. Ők csak azt látják, azt a pillanatot, hogy legyen meg az a mandátum, legyen meg a hatalom. Hogy aztán ők utána mit csinálnának, azt jobb nem is elképzelni. Nagyon sok helyen egyesületekbe tömörülve indulnak a választáson, tehát így néz ki az ellenzékiség. Mi a vélemény a civil szférának, mekkora beleszólása legyen a helyi ügyekbe? Vagy ez lehet ezeket az egyesületeket úgy tekinteni, mintha ezek egy civil szférát képviselő egyesületek lennének? Hát nyilván szervezete válogatja, tehát a civil szférának igenis helye van az önkormányzati ság területén, sőt a közéletben, mindenhol. Tehát a civileknek helyük van. Civil politikát csinálni is egyféle politika, hiszen ha létrehozok egy alapítványt, egy egyesületet valamilyen célból, az is egy politika, egy értékrendnek a felvállalása. Szerintem az rendben van, hogyha civilek indulnak, kitűznek egy célt, összeállnak, és próbálják az önkormányzatban ezeket a célokat elérni, együttműködve a képviselőkkel, hozzáadni az ő tudásukat, tapasztalatukat. De ha mondjuk
Ez a civil szervezet, ez azért civil, hogy eltakarja, hogy ott valójában egy volt MSZP-s, demokratikus koalíciós, DK-s, meg egy jobbikos fog össze, hát akkor ez egy kicsit, szóval nem egy őszinte dolog. Ugye itt a fórumon is beszéltünk és hoztunk idézeteket arra nézve, hogy jobbikosok például hogyan mit mondtak MSZP-sekről, DK-sokról, hogy na ők aztán soha velük össze nem fognak. Aztán eltelik egy vagy két év, és azt mondják, hogy na a hatalomért bármit, és akkor összefognak, és azt mondják, hogy adjunk valami fedőnevet, és induljunk el valamilyen fedőnév alatt. Hát, ha nem jönnek rá a helyiek, hogy én valójában jobbikos vagyok, ő meg MSZP-s, és hát átvertük a választókat, mert össze tudunk mi itt fogni. Igaz, hogy utána majd hátulról egymásba szúrjuk a kést, de most fogjunk össze. Ön most egy fórumról érkezett hozzánk, mit tapasztalt? Én nagyon jó érzéssel jöttem ide. Nyitrai Zsolt képviselőtársam hívott meg, és felelevenítette, hogy először 2002-ben az ő meghívására jártam akkor Egerben, tehát a választókerületben. Nagyon sok minden történt azóta. Zsoltból egy fidelitásos ifjú politikusból egy komoly családapa és politikus lett. De a fórumra visszatérve, Nagy Csaba polgármester úr és polgármester jelölt úr mesélt arról sokat, hogy milyen jó munka folyik itt, és hogy milyen csapatot sikerült építeni. Akik itt voltak a fórumon, azt láttam, hogy érdeklődnek, kíváncsiak arra, hogy mi történik az országban, mi történik Európában, és drukkolnak, hogy folytatódjanak a folyamatok, és ne akadjon meg az, amit itt közös erővel a magyarság elért. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.